ütközni. Úgy kezdődik, mint a másodban csak, és igen. Izzat, arra kell a számítani. Imre! Müller, menjen följebb! Jó, bizony. Létezik, hogy így a Petersen így hívegesse benne a labdát. Imikén, nem kell. Hát nem kell neki fölmenni, direkt megmondom. Nem lehet, itt kettő van, nem lehet, Andris! Gyere följebb, Jukka! Józsi! Jóska! Érdek! Följebb, Józsi! Fordítsd meg, Laci! Fordítsd meg! De nem az a játék, ez a játék ide átfordít a Tóth Jóskához. Laci! Ha le tudja venni, te! A helyről! Ha le tudja venni! Ez a oda tette, igen. De ide a Lacinak ki kellett venni, de nagyon benn van megint a bal oldalról, senki nincsen. Ez nem létezik azért. Figyelj, Laci! Laci! Figyelj, Tibi! Andris! Andris, a szemben!
foglaltok helyet egy kicsit. Gyerekek, lehetek szívesek figyelni közben. Szóval jó kezdtetek, jött a Lacinak a szép gólja, utána teljesen fejetlenül játszok. Az nem létezik, az kizár dolog, hogy négyen benne álltok és két ember van győző. Nem fog se a garaba embert, nem fog se a jóka próbál itt emberre találkozni és próbál bekapcsolni a játékba. Hát ez kizár dolog. A kicsi jön a Tomlunddal, a Müllesanyi két ember között szaladgál, a Tibi néha hátra jön mélyebben, megvan mindenkinek az embere. Hát tessék odafigyelni, és az nem jó, hogy a Sallai szervezi a játékot a gyerekek, mert probléma lesz. Hát menj ezzel a gyerekkel, ezzel a Tomlunddal kell menni mindenhova. És ezt a pajot ki kell kapcsolni a játékból. De a többieknek is van feladatuk ilyen szempontból. Elől, amit a kislaci törölcsikén fazak, és megint semmi gyerekek. Ez nem létezik, hogy ilyen alamuszi módon Laci elesel állandóan meg itt csántikáz. Nem bírjuk el! Ilyen norvég, akárkivel szemben nem bírjuk el. Volt két óriási veszélyes helyzetük. Tessék rákapcsolni úgy, hogy a másik félre, hogy szoktatok játszani. És a lehető leggyorsabban kell tenni a labdát, beindulni. Rá kell vezetni a labdát, nem igaz, hogy nem tudok mellettük elmenni, gyerekek. Kicsit olyan izé volt a gól után, hogy visszavettetek, lezserebben egy kicsit. Nem a középpályán, nem azok a dolgok vannak, nem úgy mennek a labdák. A Tóth Jóka itt van a bal oldalon, egyszer-egyszer megtalál Müller Sanyi. Győző, szóval nem létezik, hogy beálltok. Voltatok itt, hogy a Márint Laci, te, a Garaba, a Tóth Józsi és két ember voltok. A Sallajnak meg kellett futni a Tomlud meg a többi között. Tessék figyelni, mindenkinek megvan középen az embere. És ha belép ez a Peterze, hát ez nem létezik, Laci, akkor vissza kell tudni vele jönni. Hát akkor 50, akkor 60 vagy 70 percet kell tudni bírni. Hát ez nem létezik, hogy ilyen lagymatag, mintha összeesnél, úgy jössz visszafelé. Hát egy kicsit szívjátok fel magadot, 90 percről van szó, most már 45 percről. Tessék a másodikra odafigyelni, kicsit megpörgetitek, lesz helyzetetek és megfelelő gólokkal fogtok tudni nyerni. De változtatni kell egy pár játékot a felfogása és az akaratán. Nem lehet, Laci, 45 percig, ha összeesel, ölbekkel lehozanak, vagy hordágyon, de nem lehet ilyen lagymatag módra játszatok. Így van, most oda kell állni, lesznek gólhelyzete és be kell rúgni. 45 perc van, csak nyugodtan, ne izéljétek, ne idegeskedj, ne siettessétek magatokat. Próbálkozni amennyire lehet, minél előbb eredménynek lenni, de tessék nagyon odafigyelni. Ugyanazt a harcos szellemet, amivel a svájci meccs előtt kimentetek. Így van, gyerünk egy kicsit, azaz jókkal. Csak higgadtan, nyugodtan, gyertek csak, Laci, lehet indulni ki. Ti mehetek. Tessék csak odafigyelni, 45 perc van előttetek, nem létezik. Ha más nincs, akkor egy gól a Tibi, ki kell brigölni, meg kell nyerjétek a meccset.